Sziasztok! Ebben a videóban Molnár Ferencről és regényéről a Pál utcai fiúkról fogok beszélni. Kezdjük is el röviden az író életével. Molnár Ferenc 1878. január 12-én született Budapesten, nagypolgári zsidó családban, akkor még Neumann Ferenc néven. A Molnár Ferenc nevet később vette fel, állítólag azért, mert a Molnár volt a kedvenc foglalkozása, illetve egyik kedvenc tanárának is Molnár volt a neve. Apja Neumann Mór orvos, anyja pedig Walfis Józefa volt. Nagyon aktív kisdiák volt, 5. osztályos korában már saját folyóiratot szerkesztett, és megírta első színdarabját, a Kék Barlang címmel. Ezt be is mutatták. Az egész színpad a jelmezekkel együtt mindössze 2 forintba került. Miután befejezte a gimnáziumot is, Genfben tanult jogot, majd később visszatért Budapestre és újságíró lett. Írt a Budapesti Naplóba, a Pesti Naplóba és a Pesti Hírlapba is. 20 esztendőn át folyamatosan újságíróként dolgozott. Az első világháború alatt harctéri riporterként dolgozott, rengeteg tudósítása jelent meg a különböző helyszínekről, a katonák életkörülményeiről és a csaták kimeneteléről. Első elbeszélései mégis az Uram bátyám című lapban jelentek meg. De prózaíróként kevésbé tartják számon, inkább modern, új szemléletű színdarabjai miatt, melyek megosztották a közvéleményt. Volt, aki utálta, és volt, aki szerette. Adi például azt mondta róla, hogy őt, az Avas színház lenézőt, Molnár Ferenc darabjai térítették meg a színházhoz. Ritkábban emlegetik sikeres regényíróként, bár több regényt is írt, és ugye az iskolások is inkább regényíróként szoktak rá emlékezni, mivel azt tanuljuk tőle. A 30-as években egyre kevesebbet tartózkodott Budapesten, származása miatt menekülni kényszerült, és 1936-ban végleg elhagyta mind a fővárost, mind pedig az országot. 39-ben Genfbe költözött, és ott élt egy évig, itt érte a kitörő háború híre is, és 1940-ben költözött New Yorkba hűtársával, Barta Vandával, aki nem csak titkárnője, de barátnője, tanácsadója és ápolója is volt a megfáradt idős írónak élete utolsó éveiben. Itt is halt meg New Yorkban. Röviden ismertetném a Pál utcai fiúk cselekményét, hát ha nem olvastátok. A regény szereplői józsefvárosi gyerekek, akiknek a két bérház közötti grund jelenti a szabadságot, a játékot, ugyanis ott felnőttek nélkül lehetnek, és azt csinálhatják, amihez csak kedvük van. Tehát ezen a grundon játszanak délutánonként a fiúk, a Pál utcai fiúk. Van egy rivális társaság, akik a fűvészkertben csinálják ugyanezt. A Pál utcaiak hírét veszik, hogy a fűvészkertiek, a vörösingesek el akarják foglalni a grundot. Felkészülnek a támadásra, csak mintha csak egy csatára készülnének fel. Rangokat osztanak mindenkinek, Bokát választják vezérnek, Boka Jánost. Az egyetlen, aki nem kap rangot, a vézna szőke nemecsek Ernő, aki közlegény lesz. Geréb, aki szintén vezér szeretett volna lenni, bosszúval elárulja őket, és szövetkezik a vörös ingesekkel. A többiek viszont nemecsek Ernő gyanúsítják árulással, és kisbetűvel írják a nevét ezentúl. Nemecsek Ernő, hogy visszaszerezze becsületét, elmegy a fűvészkertbe, hogy visszaszerezze a grundról elrabolt zászlót. Azonban majdnem rajta kapják, és kénytelen elbújni a tóban, ami a fűvészkertben található, a tónak azonban nagyon hideg a vize, és megfázik. Szóval közeleg a csata napját, és Nemecsek nem akar lemaradni az eseményekről, ezért megszökik otthonról, és lázasan elmegy harcolni a fiúkkal, a végén ő győzi le a vezért Ács Ferit is. Ezért főhadnagyi rangot kap a többiektől, de nem élvezheti soká új pozícióját, ugyanis hamarosan ágynak esik tüdőgyulladással, és pár napon belül meghal. A grundot pedig beépítik, és így az is elveszik a fiúk számára. Ennyi volt röviden a cselekmény, nézzük gyorsan, hogy mit kell nagy vonalakban tudni magáról a regényről. A regény 1907-ben jelent meg, és rögtön az ifjúsági irodalom egyik alapműve lett, Olaszországban például kötelező olvasmánnyá is tették. Műfaj a regény, ami azt jelenti, hogy nagy terjedelmű, prózai formában megírt cselekvényes mű.
Általában egy vagy több szereplő életének hosszabb szakaszát foglalja össze, és cselekménye több szálon fut sok helyszínen és hosszabb időtartam alatt. Ezen belül is ifjúsági regény, ugyanis gyerekekről szól, és főleg gyerekeknek. A történet Budapest egyik legjobb korszakában, a századforduló idején játszódik. A gitterlet pecsétjéről a pontos évszám is kiderül, 1889. Ez egy olyan korszak volt a város történetében, amikor folyamatosan építkezések zajlottak, és egyre tűntek el az üres telkek a városban. Ennek az áldozata lesz a Grund is, ami a hazát és a világot jelentette a címszereplő gyerekek számára. A cselekmény viszonylag rövid időt foglal össze, 10-12 napot, azonban ahogy haladunk előre a cselekményben, új nő a feszültség is. Ezt úgy éri el az író, hogy a csata leírásakor például már percről percre érzékelteti az idő múlását. A tér és a téma központja is a Grund, ami több, mint egy játszótér. A haza ugyanazt jelenti a fiúk számára, mint amit a felnőtteknek a haza és a szabadság. És ugyanúgy, ahogy a felnőttek, ők is mindenáron meg akarják védeni. A Grund egy külön világ, külön szabályokkal, erődítményekkel, vezérekkel és közkatonákkal, a fennmaradásért pedig háborúznia kell. És a közkatonának kell természetesen áldozatul esnie, hogy igazi hőssé váljon. A regény szerkezetéről is mondanék nektek pár szót. Cselekménye viszonylag egyszerű, mert nem fut annyi szálon, hogy lehetetlen lehessen követni. Középpontban a Grundért vívott harcál. A címszereplő gyerekek úgy védik játszóterüket, mint felnőttek a hazájukat, ezt korábban is említettem. A két központi csapat, a Pál utcaiak és a Vörös ingesek. Az egyik fő motívuma a regénynek, hogy látjuk hősé válni Nemecsek Ernőt, a csenevész, szőke kisfiút. A regény befejezése sajnos szomorú, mivel elveszik a Grund, ami a világot jelentette a gyermekeknek, és amiért Nemecsek Ernő az életét adta. Mégis felemelő, mert bemutatja a ferencvárosi kisdiákok boldog gyerekkorát, és nagyon szép képet fest a világvárossá váló Budapestről is. Néhány szót a szereplőkről. Az író sok szereplőt a környezetében élőkről mintázott. Nemecsek Ernő modellje például Feiks Ernő grafikus és festőművész, az író egyik barátja volt. A helyszínek is valóságosak, ugye? Ezért sokan azt gondolják, hogy a regény önéletrajzi ihletésű. A középpontban a Pál utcai fiúk állnak, akik igazi gyerekek, akiket közös álmaik és játékaik forrasszanak össze egyetlen csapattá. Keresztneve csak azoknak a szereplőknek van, akiket közelebb akar hozni az olvasóhoz, mert fontosabbnak tartja őket. Ilyenek például Boka János, Gerép Dezső, Nemecsek Ernő és Ács Feri. A többieket egyetlen, de nagyon találó vonással jellemzi, például Csónakos a vidám fickó. A fő alak azonban talán mégiscsak Nemecsek, a kisember, aki nem bátor és nem hős, de mégis azzá válik a Grundért folytatott harcban. Ő élvezi a legjobban a rokon szemünket, és sokszor az ő szemszögéből látjuk az eseményeket is. Fontos azonban megemlíteni, hogy az író nem akarja velünk elhitetni, hogy a jó csapatban, a jó oldalon, a Pál utcaiaknál a fiúk közül mindenki jó és hibátlan, a fűvészkertiek közül pedig mindenki rossz és gonosz lenne. Az előbbieknél is sokszor van civakodás, és nagyon sokszor igazságtalanok Nemecsekkel, például amikor kisbetűvel írják nevét. Az ellenséges csapat vezére Ács Feri viszont tisztességes fiú és méltó ellenfél. Ezt pedig csak érdekességként hoztam. Ezt a levelet Keszti Péter írta 2007-ben Nemecsek Ernőhöz a nemecsekernő@grund.hu e-mail címre, amikor a regény 100 éves lett. Geszti Péter egyébként filmet is rendezett a Pál utcai fiúkból, megnézhetitek a YouTube-on, ha érdekel valakit, szerintem mindenképpen érdemes. Figyeljétek meg, hogy milyen problémákra hívja fel Ernő figyelmét 100 évvel később, és hogy amiket már Molnár Ferenc is említett, azok a mai napig is problémák. Szia Ernő! Képzeld, 100 éves lettél, egy 100 éves kisfiú. Még szobrot is kaptál a múlt héten a Práter utcában, amint a fiúkkal éppen golyót gurítasz, abban a legendás pillanatban, amelyben teremtőd, egy bizonyos Molnár Ferenc megállította feletted az égen a mulandóság napját. Itt ugye arról van szó, amikor
A vörösingesek elveszik az üveggolyóikat. Te Ernő, téged nem hívtak úgy, hogy nem egy